Zambó László köszöntőjében kiemelte, hogy nagyon fontos a lelki betegekkel való foglalkozás, hiszen ők valamilyen formában bezárkóznak, falat húznak maguk köré. Az az aranyketrec, amit Benedek István annak idején az 50-es években megért, nem mi hozzuk létre, vagy nem a régi idők hozták létre, hanem ezt belsőleg fakad ezeknél az embereknél. Ők maguk köré vonják ezeket a ketreceket, és ezeknek a ketreceknek a lebontásában van az ilyen jellegű terápiának nagyon fontos szerepe. A szocioterápiákon való részvétel ingyenes, semmiféle előképzettséget nem igényel, hiszen célja az alkotói folyamat megélése, a saját élmény általi önmegismerés. Maga az alkotási folyamat az, ami gyógyító hatással van. Egyrészt feszültségoldó, másrészt probléma, feltáró és megoldó. Ebben az esetben nem lényeges az, hogy mit vetítenek papírra, milyen grafikai képet jelenítenek meg, hanem az alkotási folyamat tevékenységének van fontos szerepe. Másodrészt pedig egy indulatátvitelről beszélhetünk, amikor a belső képeinket, a belső érzéseinket kivetítjük jelen esetben papírra, és itt viszont már nagyon fontos a grafikai megjelenítés, és itt már igenis vizsgáljuk például a különböző jelképek használatát, illetve a grafikának az elhelyezkedését a papírlapon, vonalminőséget és egyéb rajzi jelentéseket. Sok olyan esetben is működik a művészetterápia, amikor az egyén nem tudja kifejezni az érzéseit, vagy képtelen rá, hiszen például a némáknál is kiválóan alkalmazható. A kiállítást két héten át tekinthetik meg az érdeklődők.